Az első séta délelőtt 10 órakor indult. Az érdeklődők szép számmal gyülekeztek, nehogy lemaradjanak a város rejtett kincseinek bemutatásáról. Többször már bementünk így a templomokba, meg így körülnéztünk, csak hát ugye ott akkor vagy nem volt senki, aki mondott volna valamit, vagy hát az idő rövidsége miatt keveset tudtunk meg. És hát most bízunk benne, hogy idegenvezetéssel már jobban megtudjuk, hogy mi, tehát melyik templomnak egy kicsit a történetét. Az, hogy sok dolgot megtudjak a templomokról, meg a múzeumokról, mert szeretek sok új dolgot felfedezni, mert érdekelnek ezek a dolgok. Az érdeklődők elsőként a Ciszter templomba látogattak el, ahol orgona muzsika várta őket. Illikman Piroska idegenvezető szerint ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit szemügyre vegyük azokat az értékeket, amelyek mellett nap mint nap elrohanunk. Ez alkalommal a 2 órás ingyenes városnézés középpontjában Fehérvár templomai és egyházi erekjéi álltak. Fölmerült az igény, hogy több helyszínt mutassunk be mélyebben, belülről, hiszen itt többségében ilyenkor a fehérváriak jelennek meg, akik ugye túlnyomó részt dolgoznak, kevés idejük van, de ha arról van szó, hogy a városukról szeretnének többet hallani, akkor igenis eljönnek és meghallgatnak minket. 3 időpontban indult városnéző séta szombaton, egy délelőtt, majd 16 és végül 18 órakor. Mindegyik turnusban 2 idegenvezető várta az érdeklődőket. A turista napon a Ciszter templom mellett az Egyházmegyei Múzeumba és a Szent Imre templomba is ellátogattak.